Scharinger Kenyeres Marcell elmondta, az elmúlt hetekben személyesen kereste fel a városrész lakóit és ismerte meg a legsürgetőbb problémákat. A képviselőjelölt kifejtette, megválasztása esetén elsősorban a parkolási és a közlekedési rend észszerűsítésére és a zöld területek kialakítására fog törekedni. Kiemelten fontos a fásítás és a zöldítés a körzetben, tehát a zöld területeknek a bővítése, illetve az ezzel kapcsolatos probléma a lehullott leveleknek a tematikus elszállítatása, mind az illetékes szervezetek, mind pedig a lakosság bevonásával együtt. A képviselőjelölt hozzátette, tervben van a csapadékvíz elvezető hálózat karbantartása, utak, járdák felújítása és új utak nyitása az ipari park területén. Nagy Bálint Keszthely polgármestere kiemelte, Scharinger Kenyeres Marcell a 6-os számú választókerület képviselőjelöltje szakmai tudásával hozzájárulhat Keszthely érdemi és dinamikus fejlődéséhez. Fiatal, lendületes emberekre van most szükség a képviselőtestületbe, úgy gondolom, és mivel kiemelt programként kezeljük a zöld területeknek a karbantartását, kialakítását és fenntartását, illetve a város környezetvédelmi célokat is tűzött ki maga elé. Ezért nagyon fontos, hogy egy olyan szakemberrel tudjunk együtt dolgozni, aki az adott városrész érdekeit megfelelően tudja képviselni. Scharinger Kenyeres Marcell elmondta, a kampány időszakban is kíváncsi a városrész lakóinak véleményére, ezért január 28-án lakossági fórumot tart a Zöldmező utcai iskolában.